Még 2015-ben mutatta be először a megyei kórház az endoszkópos kapszulát, amellyel fájdalommentesen lehet gasztroenterológiai szűréseket végezni. A kapszulát lenyeli a beteg, az eszköz fényképeket készít, ezáltal a bél minden szakaszát át lehet részletesen vizsgálni, kiszűrhetők a kóros elváltozások. Azóta az eljárás díjmentes, és használják a kórházban az eszközt. Bevezetésre került a gasztroenterológiai osztályunkon a kapszulás endoszkópia, ami tulajdonképpen a vékony bélnek a feltérképezését jelenti. Ez egy OEF finanszírozott ellátás, gyakorlatilag bárki számára megfelelő indikációval hozzáférhető. Folyamatosan fejlődött a diagnosztika a megyei intézményekben, köszönhetően az eszközbeszerzéseknek. A tervek szerint a következő évben uniós forrásból egy több százmilliós pályázati csomag az egynapos sebészeti eljárások számát növelheti az intézményekben. A beavatkozások közel 60%-a végezhető egynapos műtétben, közel 300 féle operáció. Minden telephelyen pályáztunk egynapos sebészet kialakítására, hiszen az egynapos sebészetnek éppen az a lényege, hogy ez egy lakóhely közeli ellátás, hiszen a betegnek 30 percen belül egy normál közúti forgalomban fekvő beteg osztályra kell jusson, hogyha bármilyen probléma lép fel a hazabocsátását követően. Tehát ha csak a megyei kórházban pályáznánk erre, akkor a határszélen és a távolabb lakó lakosságot kizárnánk ebből a lehetőségből. Tehát pont ez a lényege, hogy a Mátészalka és a Fehérgyarmati sebészeti kapacitásainkat is kihasználva, azokon a telephelyeken is egynapos sebészet keretében tudjunk operálni. A pályázati csomagban egynapos sebészeti Matrix osztály kialakítására nyújtott be támogatási kérelmet az intézmény, illetve laparoszkópos sebészeti eszközök beszerzése is szerepel a pályázatban. Az OEP az egynapos műtéteket 100%-ban támogatja, itt nincs várólista és teljesítményvolumen korlát.